Hát jó olvasatást kívánok, de figyeljenek ránk, érdemes lesz, itt van Juhász Péter, akit szeretettel köszöntök, jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Az Együtt Piac Szövetség társelnökeként, bár nem közvetlen benyújtója ennek a törvényjavaslatnak, hisz még nem ül a parlamentben, gondolom majd szeretne, de Karácsony Gergely írt egyet, amely arról szól, Dorosz Dáviddal, amely arról szól, hogy mostantól kezdve a CBA-hoz hasonló vállalatok, ottanihoz hasonló tulajdonosai ne kötelezhessenek semmiféle felvonulásra, tüntetése, politikai véleménynyilvánítása dolgozókat. Nekem erről simán május 1-e jut eszembe, amikor kivezényelték az úttörőket, a kisdobosokat, meg a gyárak munkásait, értetni Kádár Jánost és a nagy munkásszövetséget. Igen, a hónap napnál lehet, hogy lényegesebb az évszám, hogy melyik évszám május 1-e jut eszébe. Nekem is az 50-es évek az, ami beugrik erről. Ugye 90-ben volt. Ó, én még a 70-es évben is szaladtam kis úttörőnyakkendőben a tribűn felé, emlékszem. Akkor, hogy akkor elkezdtük megszokni ezt, hogy 70-es években volt először, hogy szaladhattam egyáltalán bármilyen tribűn felé, de hát az 50-es években kezdődött. Volt arról már ugye egy népszavazási rendszerváltáskor, hogy párt alapszervezeteket ne lehessen nyomást gyakorolni pártoknak munkahelyen, alapszervezetek se alakulhatnak ilyen módon. Arra azt gondolom, hogy akkor senki nem gondolt, hogy el fog jönni újra az az idő, amikor bizonyos cégek egy párt irányába nyomják a saját dolgozóikat, tehát olyan nyomást gyakorolnak feléjük az éppen regnáló kormány irányába, ami azt gondoljuk, hogy megengedhetetlen. De mintha itt az egészben valami változna, ugye pontosan az ön párttársai voltak itt tegnap reggel elmesélni azt, hogy mi történik Csepelen, ugye a gyerekek üzenőfüzetébe beragasztották a csepeli polgármester Németh Szilárd körkérdését, vagy gyakorlatilag ilyen, hát nem is tudom. Tehát helyi konzultációt. Konzultációt, állító mondatokra kellene igent vagy nemet mondani. Ez olyan, mint amit Orbán Viktor konzultációként elkövet. Na most, ez azt mutatja, hogy a gondolkodásmódban van egy erőteljes változás. Tehát bizonyos falak, mintha ledőlni látszanának. Hát iskolában nem viszünk politikát, munkahelyen kerüljük a politikát, frászt csináljuk. Igen, hát ez egy visszarendeződés, tehát hogy gyakorlatilag engem meg se lep, hát nekem én ezt többször elmondtam, hogy a Hofman Rózsa volt az igazgatónőm, tehát az, hogy most egy iskolába beragasztanak egy ugyanolyan papírt, amit mi egyébként mondjuk a 80-as évek elején kaptunk ugyanott abban a gimnáziumban, ahol Hofman Rózsa igazgató volt. Na de akkor mindenki kapta. Vissza. Arról nem Hofman Rózsa tehetett, akkor mindenki kapta valószínűleg. Ja, világos. Hát most meg már úgy tűnik, hogy Hofman Rózsa tehet róla annyiban, hogy megengedhető egyáltalán. Tehát egy normális miniszter vagy miniszteri szinten dolgozó ember azt gondolom, hogy ilyen helyzetben egyébként szóvá tenni azt az iskolában, hogy talán a politikát ne a gyerekeken keresztül próbáljuk meg nyomatni. Na de most mit remélnek? Készült egy törvényjavaslat, ezt benyújtják a parlamenti többség, meg majd azt fogja mondani, hogy nem értik, hogy miről beszélnek. Vagy én nem tudom, mit fog mondani, de hát nyilván a sajátjaik ellen nem fordulnak. Hát most erre nehéz őszintén válaszolni, ugye, mert ha őszinte az ember, akkor, és látva az elmúlt 3 év teljesítményét a Fidesz oldaláról, akkor kicsi a valószínűsége annak, hogy ezt meg fogják szavazni. Tehát ilyen értelemben egy kicsit önjáró dolog. Az, hogy felhívjuk erre a figyelmet, hogy egyébként ez lenne a helyes, az viszont azt gondolom, hogy kötelező kör ebben, tehát minden jó érzésű ember nevében meg kell tenni egy ilyen törvényjavaslatot, más kérdés, hogy sejthetjük az eredményét. Na, egy másik téma. Elmozognak egy kicsikét az MSZP-vel kötött szövetség kettőségéből? Mert nem. Hogyha a Bajnai Gordon azt lebegtette volna meg, és Gyurcsány Ferenc így is reagált rá, így értve a dolgot, és a jelek szerint az elemzők is így értik, hogy hát mégiscsak lehetne a DK-val valamit közösen. Igen, tehát egyrészt ugye soha nem volt olyan, hogy elzárkozunk, így álltunk fel az MSZP-ről, asztaltól itt az MSZP-ről, ahol szövetségre értem azt, hogy nem volt olyan, hogy elzárkozzunk, hogy egyébként azokkal, akikkel lehetőség van, bővítsük ezt a teret. Bajnai Gordon nyilatkozatát az MTI fordította le Fidesz nyelvre, és ezt adta ki. Bajnai Gordon nem mondott ilyet. Ez Fideszül van? Hát ez Fideszül van, mert hogyha valaki azt mondja, hogy két akadálya van annak, hogy pillanatilag megállapodás születhessen a DK-val, az egyik ugye a bizalom hiánya, a másik pedig az, hogy nem tudjuk, hogy közös-e a cél. Tehát itt ténylegesen a kormányváltás az elsődleges cél. Ezt lefordítani úgy, hogy két feltételt támasztott Bajnai Gordon, ezért azt hiszem, hogy Fideszül van. Hát de azért Gyurcsány Ferencnél karcosabban kevesen követelik az Orbán kormány távozását. Miért gondolja, hogy ez nem őszinte? Mert hogy a tettek, azok nem ezt bizonyítják. Tehát, hogy mondhatjuk azt, hogy ő harcosan követeli, mi pedig csendben megcsináltuk. A mi alapunk, az, amivel létrejöttünk, az 3 szervezet integrációval. Még azért nem csinálták meg, jelen pillanatban Orbán Viktor a miniszterelnök, de dolgoznak rá. Nem, arról beszélek, hogy magát az összefogást, amit annak nevezünk, tehát, hogy különböző szervezetek feladva az identitásukból részeket csak a közös célért egyébként összeálljanak. A mi alakulásunk ugye 3 civil szervezetből jött, utána az, ahogy párttá alakultunk, amikor erre szükség volt, pártszövetséget kötöttünk a Párbeszéd Magyarországért párttal, azóta bővült ez a szövetség az MSZP-vel.
minden ilyenre nyitottak voltunk, vagyunk és leszünk, akikkel lehetséges ez. Bajnai Gordon azt fogalmazta meg, hogy ma ennek akadálya van a DK-val, mert nem látjuk biztosítva azt, hogy ez 100%, hogy a kormányváltás irányába megy, és nem látjuk biztosítva azt, hogy egyébként betartjuk ezeket az ígéreteket. Ezt a bizalmat helyre kell állítani, anélkül nincsen politika. De hogy tudja helyreállítani a bizalmat? Ezt kérdezte Gyurcsány Ferenc is a nyílt válaszában a Facebookon, hogy most el kéne fogadni adottságként az önök szövetségkötését, vagy hogy tudja ezt? Hát én azt gondolom, hogy azt mondjuk, hogyha valaki szövetséget akar kötni a másikkal, akkor nem biztos, hogy rugdosni érdemes ezeket a partnereket. Tehát mondjuk a viselkedésen biztos, hogy lehet változtatni, ami a bizalom megerősítésének irányába hat. Ezek alap dolgok. De hogyha valaki egy szövetséget akar kötni, akkor nem normális dolog az, hogy felrúg egy megkötött megállapodást, és utána kikiválja ugyanazon a színpadon, amihez ez a megállapodás tartozott, hogy miért nem álltok vele. Na, de hát nem azért akar szövetséget kötni, mert a legjobb barátaival szeretne szövetkezni, hanem azért akar szövetséget kötni, mert ezt látja racionálisnak a cél elérése érdekében. Ez így érthető? Ez így teljesen érthető, hogyha igaz. Pont erről beszélünk mi is, hogy ha a cél az, hogy győzzünk, akkor azt kell kiabálni, hogy győzzünk, és nem az összefogást magát. Értem ez alatt az, hogy akkor... De másképp nem lehet győzni, azt mondják. Mert, hogy értem, hát összefogás nélkül. Teljesen világos, hát ezért kezdtük el, most soroltam föl, hogy miért fogunk össze mindenkivel, akivel lehetséges. Ez ugye annyit jelent ez az összefogás, hogy az egyéni választókerületekben egy jelöltnek kell szemben állnia egy jelölttel. Minden más sallang. Nem hiszem, hát, hogy meg fogom látni, elmesélem az összeesküvés elméletet, amelyik két napja kering. Ugye Lendvai Ildikó volt az első az MSZP-n belül, aki felvetette azt, hogy Gyurcsány Ferenccel újra kellene kezdeni valamit. Gyurcsány Ferenc elsőként Bajnai Gordont nevezte meg, mint az összefogás lehetséges miniszterelnök jelöltjét. Bajnai Gordon pedig kap ezen a lehetőségen, és most megpróbálja bevonni Gyurcsányt, miközben ugye támogatottsági gondokkal küzd, hogy esetleg Mesterházy Attilával szemben erőt tudjon mutatni. Ez az összeesküvés elmélet, mit szól ehhez? Hát én ezt, már bocsánat, nem tudom, mennyire erős szót szabad egy ilyen helyzetben, azt mondom, marhaságnak tartom. Simán. Nem küzdünk népszerűségi, vagy nem tudom, mit mondott, milyen gondokkal. Hogy hát 6%-on mérték önöket, legutóbb 4%-on a biztos pártválasztók körében a DK-t. Azért ez nem acélos. Ez nem acélos, de ha olyanról nincsen szó, hogy mi csökkennénk, hanem ezek ilyen felépített konstrukciók. Ha megnézzük a számokat, és egy grafikonon felrajzoljuk őket, akkor mondjuk egy stabil 6-8% között vagyunk. Ez pillanatnyilag egy adottság, ebből kellene följönni, és ennek az lenne, ugye hogy mondjam, azt tudnánk tenni, hogyha nem egymással foglalkoznánk. Hogyha nem mindig arra a kérdésre kéne válaszolnom nekem itt ebben a stúdióban, akár hogy mi van Gyurcsány Ferenccel, nem hogy ütjük a Fideszt. Hát Bajnai Gordon beszélt róla egy rádióműsorban. Világos, igen. Tehát addig, amíg ez a tér adott, és ezt használja ki, én azt látom a DK pillanatnyilag, és pont ezért kétséges az, hogy egyáltalán mire is játszunk. Mert hogyha ténylegesen az a cél, hogy a Fideszt legyőzzük, akkor velük kéne foglalkozni, és nem a többi ellenzéki partnerrel. Én azt mondom, és ezt javaslom benne a pártunkban is, mindenki higgadjon le egy picit, csinálja mindenki a dolgát, nincsen semmi elveszve. Nekem meggyőződésem, hogy azt a bűnt, hogy ne egy ember álljon szembe a Fidesz jelöltjével, egy jelölt álljon a demokratikus ellenzéki oldalon, ezt senki nem kockáztathatja meg magának. Ezen dolgozzunk, és ne egymást szapuljuk, és egymással kelljen vitatkoznunk egyfolytában. Ez mindenkinek árt. A Fidesz kellene legyőznünk, ő az ellenfél. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Én köszönöm.